A társulás szervezésében Perberre is ellátogatnak a szűrőbuszok. Nagy örömünkre szolgál, hogy megvalósul ez az elmaradt rendezvény, amely tavaly ősszel lett volna Perbán is, meg is volt hirdetve, több településen is, nem csak Perbálon. Van, ahol meg tudott valósulni, illetve van, ahol elmaradt, így Perbálon is elmaradt. Ennek az volt az oka, hogy a járvány x-edik, sokadik hulláma épp akkor robbant be, ezért a buszokat át kellett vezényelni az oltások megvalósítására. Itt a tél folyamán tavasszal jeleztük többször, hogy szeretnénk ezt pótolni ezen alkalmat, így került most erre sor Perbálon. Mivel ösztönözné a perbáli lakosokat, hogy vegyenek részt ezen a szűrésen? Miért fontos a szűrővizsgálat? Én azt gondolom, hogy minden felelős ember, polgár tisztában van azzal, hogy sokkal jobb, sokkal hatékonyabb a gyógyítás, ha időben kezdik azt el, vagy megelőző jelleggel tudjuk ezt végezni, mint amikor már az ember konkrétan megbetegszik. Ez a betegeknek is rosszabb, illetve az államnak is ugye nagyobb kiadás a kórházakban való kezelés. Úgyhogy arra ösztönzök mindenkit, hogy most, vagy következő alkalom akkor, mert rendszeresen volt is már Perben más szűrés, és tervezünk is folyamatosan ilyen szűréseket, hiszen itt van ez a remek új egészségházunk, amely kiválóan alkalmas ilyenekre. Tehát mindenkit biztatok, hogy vegyen ezeken részt. Az előző évek tapasztalatából mi szűrhető le, mennyire tudatosak a perbáli lakosok, milyen arányban vesznek részt a szűrővizsgálatokon? Az eddigiek azok sikeresek voltak, folyamatosan voltak, tehát teljes kihasználással működtek ezek a szűrések. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében nemrég hívtuk életre a Budakörnyéki Egészségprogramot, aminek egyik fontos szerepe a szűrővizsgálatok népszerűsítése. Ennek keretében kerültek ide is ezek a szűrőbuszok, nem csak Perbálon, hanem a társulás többi településein is, vagy már megfordultak, vagy az elkövetkező időben meg fognak fordulni. Milyen vizsgálatokat lehet itt ezekkel a buszokkal végezni, illetve ez mennyire váltja ki a helyi intézményeknek a lehetőségeit? Nem váltja ki a helyi intézmények lehetőségeit, inkább segíti azokat. Alapvető szűrések vannak, vércukor, csontsűrűségmérés, kardiológiai vizsgálatok. Itt most helyben van nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrővizsgálati. Elég sokakat érdekli, elsősorban az idősebb korosztályokat, a fiatalokat kevésbé, holott sokszor nekik is szükségük lenne erre. Ugye többek között a magas vérnyomás egy olyan alamuszi egészségügyi probléma, amit hosszú-hosszú évekig visel az ember, úgyhogy nem szűrik ki. Ez egy jó alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet, hogy ilyen vizsgálatokat komolyabban is el kell végezni. Ugye itt alapvető szűrővizsgálatok történnek, tehát ezek után, akiknél problémát észlelnek, azok persze szakorvosi rendelésre kell, hogy menjenek majd. Szűrőbuszokat szerveztünk ide a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együtt Perbánra. Várjuk a perbáli lakosokat. Többféle szűrésen vehetnek részt, egy általános szűrővizsgálaton, szájüregi szűrésen, csontszintigráfiás szűrésvizsgálaton, nőgyógyászati szűrésen itt a 3-as buszon, illetve én, ahol most szolgálatot fogok teljesíteni, ez a kardiológiai szűrővizsgálatoknak az értékelése, tehát egy vérnyomásmérés, vércukormérés, illetve egy EKG elemzés lesz az, ami a mi feladatunk lesz a mai napon. 10 órától 16 óráig várjuk a betegeket. Mi a tapasztalat? Sokan eljönnek? Igen, hála jó Istennek, így a Covid-járványnak a végén egyre többen jönnek el, és egyre többen választják ezt a fajta szűrési vizsgálatot. Itt azért én azt gondolom, így mint szakrendelő, járó, beteg, szakellátó egy járási székhelyen Budakeszin, mi nagyon sokat tudunk segíteni. Hiszen, hogyha bármi probléma adódik, egyrészt szakszerű ellátásban részesülnek itt a helyszínen, másrésztről pedig tudunk nekik lehetőségeket biztosítani, hogy a szakrendelőben egy sokkal sokoldalúbb kivizsgálásban részesüljenek. Igazándiból ez a program, a helybe visszük a szűrővizsgálatokat, ez nagyjából 3 évvel 2019-ben indult. Azóta járjuk az országot, így kerültünk ugye ide is Perbára. Itt töltjük a mai napot, holnapi napon Budakeszire fogunk majd érkezni, 3 busszal érkezünk, ugye, melyen különböző szűrési nemeket fogunk véghez vinni. Természetesen ez mind ingyenes, úgyhogy mindenkitől azt kérnénk, hogy minél többen jöjjenek, és vegyék igénybe ez a szolgáltatásokat. Ez az egész országot lefedi? Igazándiból az egész országot fedi, most indul újra ez a program, tehát megyünk majd tényleg mindenhol Magyarországon. Tehát ahol szükség van rá, oda megyünk, megvannak a településlisták,
és akkor ott fogunk szűrni napokon keresztül. A buszt önök alakították át, vagy pedig ez már így készült? Ezek a buszok így készültek, viszont természetesen az évek során, ahogy mi elkezdtünk dolgozgatni, rengeteget alakítottunk rajta, nyilván úgy, hogy minél könnyebb legyen, minél egyszerűbb legyen, és minél praktikusabb legyen a vizsgálatokhoz. Úgy látom, hogy még külön saját áramforrásuk is van, gondolom kisebb falvakban nem megoldott ez a dolog. Sajnos nagyon sok településen nem áll rendelkezésre megfelelő áramellátás, így ezért szükséges, hogy nekünk is legyen saját áramellátásunk.